mint száműzött kivándorló a sírjára, s vad fürgetekben nem leri vezérlő csillagát. Az ember szív is úgy bolyongó járván s egyedül, úgy tépik ül az orkán, mint az embád itt belül. Csak egy nagy érzés éltetett, sok gond is gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szeplőt már megmaradt. Most mind a kettő orvosra vár, még itt többet kövén. Hazámban így veszem vezél, elvész becsületem. Polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, kedves zuglói polgárok, innen fentről látszik, hogy mennyi fiatal van itt. Ennek külön örülök, meg annak is, hogy a zuglói filharmonikusok nem csak a világ minden tájára viszik el a magyar zene jó hírét, karmesterükkel együtt, hanem itthon is élő zenével énekelni a himnuszt, az mindig egy különösen nagy élmény. A nemzeti érzés, a nemzeti erő, a nemzeti egyéniség érvényesítése a feladata a magyar politikának. Hirdessük elméletben és gyakorlatban egész életünkön keresztül. Kiírta volna ezeket a sorokat, mint maga Tisza István. És nehéz is lenne vitatkozni a gondolattal, ahogy Tisza István életművel is nehéz lenne. Mégis 1945 után nem csak a parlament mellett álló szobrát pusztították el, de őt magát is igyekeztek eltávolítani. Először úgy tűnt, hogy sikerrel, a történelem posztamenséről. Tisza István sorsa arra hívja föl a figyelmünket, hogy nem könnyű kitapogatni a politika bonyolult szövésmintáját, és nem mindegy, hogy a színét vagy a visszáját nézzük az anyagnak. Mert van olyan, és Tisza István életműve ettől egy tragikus, ezáltal egy tragikus életmű, hogy a meggyőződés az egyik meggyőződés szembe kerül a másikkal, és ilyenkor egy igazi államférfinak súlyoznia kell, és eljön az idő, amikor döntenie kell. Tisza István azt a példát mutatja nekünk, mindannyiunknak, akik a közéletben döntéseket kell, hogy hozzunk, hogy eljön, mindenki életében eljön az a helyzet, amikor döntenie kell, és akkor hiába vannak a tanácsadók, a szakértők, a szavazók, meg a szavazottak, az embernek egyedül kell vállalni a felelősséget. Tisza István vállalta a felelősséget a döntéseiért. Például remekül ismerte föl, hogy a monarchia abroncsa nélkül széthullana a sok nemzetiségű Magyarország, de ezért még nem árulta el a Kossuth eszméket. Azt is fölismerte, hogy a nagy keleti hatalom, a nagy keleti medve Oroszországa Balkán felé terjeszkedik, és támogatja a balkáni elszakadó mozgalmakat, ezért elkezdett vasutat építeni ebbe az irányba, még akkor is, ha tudta, hogy talán elkerülhetetlen lesz az európai háború. A hadüzenetet ellenezte, aminek aztán végül is engedett, és őt tették felelőssé azért, amiben vele kényszerítették Magyarországot. Tisza életműve azt üzeni nekünk, hogy ha mélyen hiszünk elveinkbe, akkor tartjunk ki minden körülmények között mellette. És azt is üzeni, ezt ugye mi tudjuk, kedves képviselőtársaim, hogy a közélet az nem szeretett közösség, de a haza az igen. A nemzet közösségének érdeke fontosabb a politika és a gazdasági csoportok érdekeinél. És ezt a hitet akkor is meg kell őriznünk, ha netán az ellenkezőjét látjuk, és még akkor is, hogyha néha egyedül állunk a világ egyéb lobby erejével szemben. Tisza életműve tehát alapvetően a mának üzen. Aki megalapította a Nemzeti Munkapártot és ezzel elsöprő győzelmet alakított a választásokon a 20. század elején, azt tudta, hogy Magyarország csak kitartó, szorgalmas munkára építheti a jövőjét. És ez az ember, ez az államférfi tudta, hogy a történelmi örökségnek a védelme és a megújulás, Magyarország megújítása sohasem kerülhetnek szembe egymással.
ez az, amit meg kellene tanulnunk a 21. század elején. Az, amit magunkkal hozunk, a nagyapáinknak, az ősapáinknak az öröksége, a történelmi öröksége, és Magyarország megújítása, egyfajta igazi modernitás, ezek sohasem kerülhetnek szembe egymással, mert akkor vagy a múltunkat veszítjük el, vagy a jövőnket, vagy éppen mind a kettőt. Tragikus sorsú emberre emlékezünk, de mégis, és ez kifejezi azt, hogy ott állt a való élet közepén, ennek az embernek a szobra éppen itt áll, a forgalmas Zuglónak egyik szép terén, és jó, hogy itt áll a való életnek a közepén egy olyan ember, aki nem csak más politikai érdekcsoportoknak nem engedett, hanem annak a kísértésnek sem engedett, hogy túl korán lépjen be a politikába. Feljegyezték róla, amikor biztatták őt, hogy induljon el parlamenti képviselőnek, akkor azt mondta, hogy még nem vagyok pénzügyileg elég erős, ahhoz, hogy elhiggyék rólam, nem azért kezdek el politizálni, mert pénzt akarok gyűjteni, hanem van már elég vagyonom ahhoz, hogy áldozzak a haza oltárán. Tanulságos és időszerű üzenet. Ezzel ellen a gróf ellen négyszer próbáltak merényletet elkövetni. Ady Endre Rohanunk a forradalomba című indulatos versében vadgeszti bolondnak nevezte Tiszát, aki pedig mély hittel és elkötelezettséggel és józansággal szolgálta a történelmi Magyarország ügyét. De hát a politika nem a líra gyakorló terepe, a reálpolitika sokszor olyan terület, ahol egyszerre nem tud minden idea érvényesülni, és nagy emberek, értékes emberek is egymásnak feszülnek. Tisza egyszerre volt meggyőződéses demokrata, ugyanakkor fontosnak tartotta az arisztokrácia, a szó igazi értelmében arisztokrácia, a jobb emberek szerepét, és ezért gondolkozott úgy a szavazati jogról, ahogy gondolkodott. Reál politikus volt, aki akarta az általános választójogot, de fokozatosan szerette volna annak kiterjesztését. Ne feledjük, hogy abban a korban a baloldali anarchista csoportok tucatnyi politikust, királyt gyilkoltak meg, korántsem Ferenc Ferdián volt az egyetlen, akit a múlt század fordulóján lelőttek. Bánffy Dezső akkori Tisza ellenfél szerint: Tisza a legeszesebb ember Magyarországon, eszesebb, mint mi együttvéve. Olyan ő, mint egy Mária Terézia korabeli sokfiókos komód. Minden fiók színültig tele van tudással. A mi dolgunk az, hogy előbb-utóbb, újra és újra a történelem minden fiókját kinyissuk, hogy megismerjük ennek a hatalmas, engedtessék ez meg nekem, nem csak minden szentnek hajlik maga felé a keze, hanem néha még egy volt lelkipásztornak is, ez a hatalmas református államférfi. Az ő életművét ünnepeljük, mert a protestáns közéletiségnek az a hagyománya, ami Bethlen Gáborral indult Erdélyből, az Tisza Istvánban kiteljesedett. Az a fajta ellenállás, az a fajta nem megalkuvás, az a fajta egyszerre tradicionalitás és modernitás, ami benne volt, az méltó minden ilyen alapon álló, nem felekezetieskedő, hiszen mindig kereste az együttműködést a katolikusokkal, de mégiscsak ilyen hitbeli alapon álló államférfinak az életművét jellemzi. Olyan erkölcsi példa áll előttünk, amelyik megmutatja, hogyan hozzuk közös nevezőre a hazaszeretetet a gyakorlattal. Tisza a nemzet nagy formátumú államférfia volt, minden tudásával és képességével a hazáját szolgálta. Halála jelképé merevedett és egyben előrevetítette a nemzet 1920-ban bekövetkezett tragédiáját és bizony azt, ami utána jött, a baloldali terrorizmust. Megjósolt a saját végzetét, éppen a kórógyi református templomban búcsúzott el hazájától, tudta, hogy a halálba kergetik, és amikor a francia forradalomon emlékezett, akkor azt írta, hogy tudom én, rövid út vezet a hatalom polcától a giotinig. Tiszát az őszírózás forradalom idején gyilkolták meg, ami a minden értéket maga alá gyűrő bolsevista pokolnak volt az előszele. A Tisza sok más politikus társához hasonlóan a biztonságosabb vidékre utazik, a kaotikus Pestről talán megmenekülhetett volna, de ő erre nem volt hajlandó, kész volt elveiért életét is feláldozni. Halála önként vállalt áldozat volt, kálvinista hite, úgy hívják ezt, hogy predestináció, eleve elrendelés, tudjuk, hogy a sorsunk meg van írva, de azt nekünk kell fölismerni és beteljesíteni, ez az igazi szabadság,
ez a predestináció lényege, ezért az ő sorsát annak a kezébe tette le, aki az életét teremtette. Amikor a fontra indult, lemondott miniszterelnökként, elindult a debreceni huszárszervezet élén a frontra, akkor azt mondta szeretteinek, hogy Budapest semmivel nem biztonságosabb város, mint elindulni a frontra, nem beszélve a képviselőházról, ahol rá is lőttek, ma is megvan még a golyónak a nyoma, ott az alsóházi teremben. A frontszolgálatnál veszélyesebb volt Budapest. Még humora is volt, öniróniája. Tisza látszólag boldog, békeidők nagy formátumú politikusa volt, aki lehetővé tette, hogy Magyarország a nemzetiségek elszakadási törekvései ellenére a világ egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági és kulturális nagyhatalmává váljon. Még ma is abból élünk Budapesten, és talán egy kicsit Zuglóban is, amit ők, az a nagy generáció épített a kiegyezés után. Büszke vagyok rá, hogy egy olyan ember indította el a szoborállító bizottságot, Maruzsa Zoltán, aki ma nem egészen egy fél éve ott dolgozik a minisztériumban, mint felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, és annak idején engem is meghívott ebbe a szoborállító bizottságba, mert Tiszának ezt a sikeres korszakot kell hirdetnie, mert nekünk is sikeresnek kell lennünk a jövőben, ugyanakkor azt a hazaszeretetet, ami nélkül sikeresek sem tudunk lenni, és figyelmeztetni kell bennünket arra, hogy az igazi nagy sikernek mindig szüksége van áldozatokra, és hogy nem csak ára van a dolgoknak, hanem valójában értéke is van. Ezért köszönjük, hogy a 14. kerület Zugló úgy ápolja ezt az életműgyet, hogy elsősorban a fiatalokra számít ebben, mert biztos vagyok benne, hogy eljön még az idő, amikor a következő generáció fölfedezi, hogy nincs Magyarországon modernebb politikus, mint Tisza István, aki egyszer volt a 19., a 20. és a 21. század államférfia. Hazaszeretet, igazodási pont a polgári Magyarországnak. Isten éltesse azokat, akik emlékeznek, Isten éltesse Tisza István életművét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you.